Tiltakozunk a rabszolgatörvény ellen, általános sztrájkot, ilyen molinókkal vezették fel a tüntető tömeget a Kossuth térre január elején. Álljon le az ország! A szakszervezeti vezetők akkor arról beszéltek, ha nem enged a kormány a követeléseiknek, megbénítják az országot. Munkahelyek fognak leállni, utakat, hidakat fogunk lezárni, megbénul az ország! Egy hete országos tüntetéseket szerveztek, Budapesten több helyen is demonstráltak, vidéken számos helyen volt tiltakozás, félpályás útlezárások, de nem állt le az ország. Azt mondják, most már valószínűleg nem is fog. Olyan általános sztrájk, amely az emberek tudatában él, hogy egyszerre sztrájk miatt álljon le az ország leállhat máshogy is, de egyszerre sztrájk miatt álljon le az ország, azt tudom mondani, hogy olyan nem valószínű. A szakszervezetek szerint lesznek több ütemben összehangolt munkabeszüntetések, de ez nem fogja lefedni az egész országot. Ennek egyik oka, hogy a sztrájkot egy felmérés szerint a dolgozók több mint fele támogatja, de csak a harmada venne benne részt. Ezen felül a közszférában nagyobb az elégedetlenség, a versenyszféra szakszervezetei inkább önállóan a saját munkaadójukkal tárgyalnak. Ahogy például a győri Audiban is már több napja leállt a munka, de önállóan szervezték az akciót, ott főleg magasabb béreket követelnek. A mi követelésünk ugye az alapbér 18%-kal, de minimum 75 ezer forinttal való megemelése. Az Audiban tegnap este is tárgyaltak, de nem sikerült megállapodni a béremelésről, így folytatódik a csütörtökön indult munkabeszüntetés. Az országos szakszervezetek az ilyen akcióktól függetlenül arra számítanak, hogy így is sikerül olyan összehangolt tiltakozást szervezniük, amelyben sokan részt vesznek majd. Hate strike lesz ezeken a helyeken, amiket elmondtam, akkor 10 000-es nagyságrendben egészen biztos, hogy lesznek sztrájkolók az országban. A közalkalmazottak szakszervezetei már korábban meghirdették a saját sztrájkjukat. 2019. március 14-én tartunk munkabeszüntetést. A szakszervezetek az évi 400 óra önkéntes túlórát lehetővé tévő új túlóra szabályok miatt kezdtek el előbb tüntetéseket, majd sztrájkokat szervezni. 5 fő követelésük a túlóra szabályok visszavonása, tisztességes bérek, a sztrájktörvény módosítása, a sztrájkjog visszaadása és a nyugdíjkorhatár csökkentése. Kerestük a kormányt, hogy hajlandóak-e tárgyalni a szakszervezetekkel, illetve az 5 követelésük közül melyeket tartják megfontolandónak. Azt válaszolták, idézem, sajnálattal látjuk, hogy egyes szakszervezetek asszisztálnak soros európai parlamenti választási kampányához, amelyhez a munkatörvénykönyve csak ürügy.